Újabb eszközzel gyarapodott a Moson-Magyaróvári mentőállomás a helyi Rotary klubnak köszönhetően. Minden évben tavaly is megszerveztük a bálunkat, idén is. Ennek a bálnak a bevételéből levontuk a bál szervezésének a költségeit, és a megmaradó részt, az 500 000 forintot felajánlottunk a mentőállomásnak különböző eszközök beszerzésére. Ebből az összegből újulhatott meg az állomás eszköztára a Szent Kristóf Moson-Magyaróvár és kistérsége közhasznú mentőalapítványon keresztül. Biztonságtechnikai eszközöket vásároltunk a mentőautókra, 2 nagy teljesítményű kárhelylampát a 2 24 órában futó autókra, ami a kollégáknak mind az éjszakai munkát, illetve a balesetek helyszínén való munkát segíti, illetve vásároltunk 2 darab szénmonoxid mérőkészüléket, ugyanis tavaly évben kaptunk egy darabot adományba. A kollégáknak nagyon pozitív és kedvező tapasztalataik voltak a készülékről. Ezen kívül szakkönyvet, valamint egy új orvosi táskát vásárolhatott az alapítvány, de nem csak az eszköztár újulhatott meg a mentőállomáson. Hamarosan belülről is megszépülhet az épület a Szabó és Társa Belső Építészeti Kft. Felajánlásából. Azért tesszük, hogy az itt dolgozó kollégák, akik többnyire ugyanúgy moson-magyaróváriak, egy olyan komfortos helyen tudjanak dolgozni, függetlenül az elmúlt évek ugye megviselt helyétől, igazából végre egy minőségi helyen tudjanak dolgozni, és ezért tettük ezt a felajánlást. A Kft. Az anyagot, a mentők pedig a kétkezük munkáját adják a felújításhoz. Nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani a Rotary Clubnak a nekünk felajánlott összegért és az abból vásárolt eszközökért, amit hát itt a köszönet akkor alapítványt is illeti, és a Szabó és Társának azért, hogy lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy a mentőállomásunk belső terét fel tudjuk újítani. Közös munkával kaptunk hozzá a festéket, de ez megfelelő glettanyagot és ami még kell. Az új felszerelés és a megszépült környezet is hozzájárul ahhoz, hogy magasabb színvonalú ellátást biztosítsanak a mentők a moson-magyaróváriaknak és a környéken élőknek.